Csaba, te úgy szoktad megölelni a nőket, hogy lefogod és hátra szorítod a kezüket, miközben vodka szagú lehellettel lihegsz a nyakukba? Hát jó pár nap eltelt a jelenet óta, amire utazza, meg nem nagyon tudtam napirendre térni. Tehát, hogy eleve mi volt a célja ennek a jelenetnek? Ott sem értettem, azóta sem értem. Olyan helyen ülök, ahol láttam közelről a jelenetet, de például a kéz megszorítást azt nem láttam. És amióta azt is tudom az érintett képviselő asszonytól, hogy ezt előre eltervezték, azóta főleg össze vagyok zavarodva. De én nem viccelném el ezt a történetet, azért nem, mert a helyzet abszurditása mégiscsak előáll, mert család közben ott ült a páholyban. Tehát úgy előre eltervezni egy ilyen jelenetet, hogy a család ezt végignézi, azt nem tudom hova tenni. És csak halkan teszem fel a kérdést, ha bármelyikünk a kormánypártok soraiból egy ilyen jelenetben részt vesz, akár a nyilvánosságban, akár nem a nyilvánosságban, akkor mi történt volna? Az összes létező jogvédő szervezet tiltakozott volna, a MeToo felirat az már ott virítana a házaink, lakásaink előtt.